young team. Egy nagyon fiatal csapattal érkeztünk. A célunk az, hogy győzelemhez segítsük Olaf Koyt. Tulajdonképpen a csapat minden egyes tagja azért dolgozik, hogy a sprintek előtt a lehető legjobb pozícióba hozzuk őt. Ehhez pedig 6 nagyon ambíciózus srácunk van. A verseny szervezése kiváló, emellett pedig ez egy nagyon szép ország, és emlékszem tavalyról, hogy a szurkolók is kitettek magukért, szóval biztos remekhetünk lesz. A Tour de Hongrie azért nem a legmegterhelőbb verseny. 4 sprint szakasz és egy hegyi befutó várható, szóval fizikailag nem annyira megterhelő, mint mondjuk a Giro, de azért így is minden nap több mint 150 km tekerünk, van amikor majdnem 200-at, szóval oda kell figyelnünk a regenerációra is. Minden szakaszra napról napra készülünk.